Olykor kesernyés, néha bódító, és van úgy, hogy édes. De mi mégis ragaszkodunk az ízhez. Fortuna Unikum. Háttérinformációk egy csöp eszenciával, hetente új vendéggel, vasárnap délelőtt 9 és 10 között. A szeszfőzőmester Sukert József. Aki nagy szeretettel köszönti a hallgatókat, a mai vendég, ahogy ezt a hétközben is már többször hallhatta a hallgató, Kovács Sándor, alpolgármester a Fidesz Paksi Szervezetének elnöke. Nagy szeretettel köszöntöm elnök urat, annyi kívánok, szép napot! Hát örülök, hogy összejött ez a találkozó, nagyon sok mindenről tudunk beszélgetni, és hát kezdjük mindjárt azzal, hogy a Fidesz helyi csoportjánál ugye nagy változások voltak az elmúlt években, gondolok itt arra, hogy 2014 után Híd Ferenc országgyűlési képviselő vette át a Paksi csoportot is, közvetlen azután, hogy újjá alakult a csoport, akkor te ügyvezető alaelnökként tevékenykedtél, aztán tavalyi év januárjától pedig már te vagy a szervezet elnöke. Hogyan döntött, vagy miért döntöttél így vagy miért vállaltad fel ezt a szerepet, hiszen nem egyszerű a történet, mert egy új csapatot kell építeni? Hát így van. Ugye, tudni kell, hogy ilyen 15 évet a Lokál Patrioták Egyesületében helyi politizáltam, és 2016-ban úgy döntöttünk, hogy felkérésre belépünk a helyi Fideszbe, és megpróbálunk ott egy új Fidesz alapszervezetet felépíteni. Gyakorlatilag egy olyan társaságba kerültem, akiből egy jó pár embert ismertem, vagy ismertünk, és az volt a célunk, hogy egy azt a, a renomét, amit ugye 2014 után elveszített a helyi alapszervezet. Ennek különböző okai vannak, amire nem is akarnák most nem már is, is érdekes most már, hiszen eltett négy év azóta, és működik a szervezet, tehát nincs ezzel probléma. Csak az, hogy milyen szempontok alapján épített, kezdtétek el az építkezést, hogyan épül fel most a csapat? A gyakorlatilag eddig is az volt a cél, és ezután is az lesz a cél, hogy ilyen családias, mindennapokban is dolgozó alapszervezet legyen. Nem akartunk ilyen nagy csinadrattákat csinálni, hiszen nem erről szól, a, a, nem ez a mi dolgunk itt a városban. Egy alapszervezetet összerakni azért az egy elég sokrétű feladat, hiszen nagyon sok ember, nagyon sok véleménye, sok gondolattal jön egy ilyen szervezetbe. De ezt azért sikerült egységesség kovácsolni az elmúlt évben, vagy években, így fogalmazik, hiszen most már második éve dolgozunk ezen a társakkal. Azt kell mondjam, hogy egy nagyon dolgos, nagyon családias hangulatú fidesz arab szervezet lett Pakson, akire mind, és minden egyes tagjára számíthatok a, számíthatunk a munkába, és ez a fontos, a munka szó hiszen itt dolgozni kell ahhoz, hogy eredményeket érjünk el és az a szerencsés helyzet alakult, hogy már 2016-tól, hogy az első a hetes körzetbeni választás, amit uh, meg tudtunk nyerni, utána a kvóta népszavazás, népszavazáson Paks kifejezetten jól szerepelt az országos átlag felett, és hát uh, Ugye szeptember 10-én sikerült a, a, Fidesz jelöltnek megnyerni a polgármester választást, így azt gondolom, hogy hát ez a, a szisztematikus munka, a szerény építkezés, ez meghozta a gyümölcsét. Azért a feladatok között gondolom én kellett egy sorrendet, egy prioritási sorrendet felállítani. Mik voltak a fő szempontok, mikor elkezdtetek építkezni, illetve milyen emberek, kik azok az emberek, akik, akik ebben aktívan részt vettek. Gondolok itt arra, hogy az elnökség ugye azért gondolom a rutinjával már bizonyos feladatokat tisztán látva tudta, hogy hogyan tovább. Hát így van, az elnökség azért a régi fideszesekből állt össze, Szabó Péter polgármester úr, mint alelnök, illetve én, mint elnök csatlakoztam csak ehhez a, a, elnök kigréniumhoz. A tagok is jó része egyébként új, illetve azért egy pár van a régi alapszervezetből. gyakorlatilag azt kellett elérjük, hogy az újak és a régiek megtalálják egymással a hangot, akarnak együtt dolgozni, és ahogy említettem, ilyen családias hangulattá kellett ezt az egészet kovácsolni. És hát ami még nagyon-nagyon fontos volt, hogy azért láttuk azt, hogy akik nem Fidesz tagok és régen azok voltak, azokra is számíthattunk a munkába. Hiszen azért itt a választásoknál ugye be kell ülni a, a szavazóbizottság köröknél a a körzetekbe, ez azért nagyon sok ember, hiszen az, ha jól, emlékszem, 17 szavazókör van oda, elvileg 34 embert kellene. Hát meg a mozgósítások, maguk emberigényesek. Pontosan a mozgósítások, a szórólapok kihordása, az aleres ezek nagyon komoly feladatok, Szerencsére mind az elnökség, mind a, a tagság nagyon jól állt a dologhoz, és elég sikeres időszaknak ítélem meg az elmúlt ö, éveket. Szó szóval volt itt az elnökségről, hogy dr. Nagy Tibor és Bordács József is az elnökség tagja, akik korábban vezették a helyi szervezetet. Ez nem jelentett konfliktust, vagy nem volt problémás? Biztosan ö, voltak azért ö, olyan gondolatok, amik... Ö, nem minden esetben e, voltak irányomba e, jók, de ezt én nagyon, nagyon nem érzékeltem. Hát e, ugye van a mondás, hogy aki egyszer már misézett, az utána nehezen akar minisztrálni. E, ezt én meg is értem, én sem lennék különb. Ezeket e, e, leküzdöttük. Le Volt belőle, e, nem árulok e, titkot, és nem is szeretnék mást mondani. Volt azért e, egy-két olyan beszélgetés, ami, ami Ugye ezt tisztázta, letisztáztuk, és azóta teljesen korrektül, normálisan működik a dolog. Fidesz -helyi csoportjának voltak fix programjai. Gondolok itt arra, hogy bizonyos időközönként rendezvényeket szerveztetek akár e, nyilvánosan akár a tagság részére, és hát működött a Dunakorzó e, egyesület is, ami, ami polgári egyesület, amit e, nagykolár Gyuláni Piroska vezetett, és az is szünetett. Tehát itt azért ezeket a programokat is újra kellett gombolni. Igen, hát a, a nemzeti ünnepek, ünnepekkel kapcsolatosan megtartottuk a, a rendezvényeinket. Havonta azért általában tartunk egy csoportgyűlést, ami, hogyha nincs aktuál, aktuál e, dolog, akkor is e, jó hangulatú beszélgetés, ahol azért e, az emberi e, dolgokat és a mindennapi e, gondjainkat, problémáinkat is megbeszélhetjük egymással, e, kérhetünk egymástól segítséget. Ez is nagyon fontos, hogy azt tudjuk, hogy a Dunakorzót ezt a Bordács Józsék újra e, indították és... E, különböző rendezvényeket terveznek, hiszen már volt is ebben szervezni. Ezzel sincs semmi baj, szerintem ez teljesen jól fog működni a jövőben. Nekünk is vannak ilyen terveink, de ugye a rendezvény szervezésen nem túl sok idő jutott, hiszen mindig valamilyen választásra, mindig valamilyen programra kellett készülni, mint hogy majd lesz ez most is, ugye április 8-án, aztán majd kell készülni az Európa Parlamenti választásokra, és már kopogtat az ajtón ugye a 2019-es önkormányzati választás is, hogy elég feszített a, a Program, nagyon sok minden van, úgyhogy az ilyen programok most nem voltak annyira előtérben, inkább a csapatépítés. Azért szakítottatok időt arra is, hogy időnként szakértőket hívtatok meg egy-egy előadás jelleggel, témához kapcsolva, ezzel is információhoz juttatva a helyi szervezet tagjait. Így van, hiszen itt volt, ha még emlékszünk, Dr. Hoppá Péter, aki egy nagyon jó estet tartott. Most ugye a Dunakorzóban volt a Jurák Kata, aki, aki ugye, egy kicsit keményebb vonalon, de, de szintén a jobb oldalnak ugye, az egyik ugye, prominens személyisége. Mi egyelőre arra, arra törekszünk, és azt szeretnénk a jövőben is, hogy a régi aktív és aktivizálni akaró tagokat, azokat újra tudjuk behozni a rendszerbe, és mozgosítani tudjuk őket, hiszen nagyon sok feladat vár ránk No, akkor a 2018 április 8-ai választás kapcsán fogjuk indítani a következő blokkot. Hozzájárult el ahhoz, hogyha a hallgatóknak kérdése, véleménye van a témával kapcsolatban, megteheti 0629 411 001. Zenélünk egyet, aztán beszélünk a választási előkészületekről. Fortuna Unicum a közélet hírei egy kis piritusszal. Olykor kesernyés, néha bódító, és van úgy, hogy édes. édes. Mi mégis ragaszkodunk az ízhez. Fortuna Unicum. Háttérinformációk egy csöpp eszenciával, hetente új vendéggel, vasárnap délelőtt 9 és 10 között. A SESZ főzőmester Sukert József. Akinek mai beszélgető társa Kovács Sándor, alpolgármester a Fidesz helyi szervezetének elnöke. Az előző évben ugye részben 2017-ről beszélgettünk, de most áttérünk az idei évre, szó esett már egy mondat erejéig arról, hogy április 8-ára írta ki a köztársasági elnök úr az, ön, az, országgyűlési választások időpontját, és ugye hát ebben mindenkinek, minden pártnak komoly feladata van. Hogy készültök erre, milyen jelöltet találtatok, hogyan áll össze a csapacsonyi? Hát nem mondhatjuk azt, hogy a legjobb jelöltet találtuk meg, és Hát komoly munkával készülünk egyébként a, a, a megmérettetésre. Ö, az elmondható talán, hogy egy olyan jelöltet sikerült találni, aki esélyes erre a, a, a pozícióra. Ö, azt is el kell mondani itt, hogy azért ez. Nevezzük nevén a gyereket, hát ha van a. És... miniszter miniszterura a jelölt, persze, hát ha valaki véletlenül nem tudná, Ö, azt is tudjuk, és szerintem a városlakók is tudják, hogy mennyit jelenthet ez a városnak majd, illetve a körzetnek az elkövetkező időszakban hiszen miniszterként, illetve országi képviselőként még nagyobb lobbyerővel tud segíteni ennek a körzetnek. Annak a körzetnek, ami egyébként egy icipicit talán háthányba volt az elmúlt évekbe, évtizedekbe, nem sikerült annyi minden fejlesztést idehozni. És ö, az egész régióról beszélhetek, mint amennyi ö, kellett volna. És ö, ismerve a miniszter úr elhivatottságát, ismerve a, a készségét. úgy gondolom, hogy egy olyan jelöltet állította a Fidesz kdnp aki ebben nagyon-nagyon sikeres tud lenni az elkövetkező években. Ugye ez egy egészen nagy terület, hiszen Tamás is becsatlakozott, most már négy éve, ha jól emlékszem, ugye akkor volt először ez a kibővített körzet. Hogyan tudjátok belátni, illetve hogyan um, oszlanak meg a feladatok, mert egy kampányt levezényelni, az egy nagyon komoly dolog. Hát a kampányvezető Széles András, aki már uh, azt hiszem ez a negyedik kampánya, amit vezet. Uh, Hirt Ferencnek vezetett talán kettőt, előtte vezetett talán Dávidi Ibolyának egyet, és most a Miniszter a kampányát is ő fogja össze, ez Tamásiból történik. Gyakorlatilag mi itt Paksról, itt Paks és környékével foglalkozunk, ebben segítünk, és hát ugye nyilván a Paksi munkát azt egy -az mi fogjuk elvégezni az ők, ő, ő instrukcióik alapján. Egyeztetés van egyébként szinte napi szinten, azt mondhatom, a legalapabbtól, a szórólapok kinézetétől, a szövegezésétől kezdve, úgyhogy egészen jó kis team munkába tudunk együtt dolgozni. Milyen kampányra számíthatunk? Hát a mi részünkről egy, egy elegáns, visszafogott szakmai kampányra készülünk. Uh, az ellenfelektől ugye nem tudom uh, jelen pillanatban, hogy hát mire lehet számítani, de nem is akarok én az ellenfelekkel foglalkozni. Nekünk egy dolgunk van, elvégezni a munkát, uh, megmutatni az embereknek azt, hogy ha Súly Jánost akkor mire számíthatnak. Mire... mire számíthatnak, Sany? Én azt gondolom, hogy egy óriási fejlődésre számíthat ez a, a, a választókörzet, vagy választókerület, teljesen mindegy, hogy nevezzük, hiszen uh, ha kicsit visszanézzünk az időben, amikor miniszter úr, vezérigazgató volt, akkor is már nem csak PAKS, hanem a környezeti települések és a szívügye volt. Nagyon sokat segített itt a környezeti településeken. Bátran fordulhattak hozzá, polgármesterek segítőkész volt. És azt gondolom, hogy ez a gondolkodás, ez a mentalitás, ez nagyon sokat fog hozzátenni ahhoz a, a, a munkához, amit ő neki majd el kell végeznie. És hát ugye azzal, hogy miniszter, és még, ahogy említettem, orszáli képviselő is lesz, ezzel még meg, meg fog nőni a ló. Éreje, még több mindent uh, fog tudni idehozni uh, a körzetnek. És uh, miniszterről azért el kell mondani, hogy ő nem is csak ebben a három, hármas választókerületben, gondolkodik, hanem egy nagyon komoly kibővített régióban. Ez az az, az úgymond 47 település. Így azért... van, így van, és hát az meg már a gondolkodás nagyságát jelzi, hogy nem csak a saját választókerületére koncentrál, hanem nagyon szívesen segít másoknak is. De visszatérve, úgy gondolom, hogy ez Tamásitól kezdve Pakson keresztül minden településnek a fejlődési időszakát fogja elhozni. Természetesen szerencsés együttállás és az, hogy a Paks 2 beruházás előleg meg fog indulni, az fel fogja fejleszteni a, a körzetünket, nagyon sok minden fog itt történni, és ebből nem csak Paks vagy a nagyobb városok fognak profitálni, hanem a kisebb települések is. Nagyon sokat. És hát ugye, itt van a lényeg, hogy a, a miniszter úr az nem csak Paks és nagy településeket ö, ö, kívánja támogatni a beszélgetéseink alapján, hanem nagyon komoly hangsúlyt fog fektetni a kisebb településekre is. És hát itt van a, a dolog lényege, ugye Pakson szokták mondani, hogy hát ö, ha fölmész a Földműsz lakótelepről sokkal könnyebb az élet, mint ha kinti azt mondjuk Biriton vagy Cseresznyésbe vagy Japán. Uh, Ugyanezt talán le lehetne képezni arra is, hogy pakson könnyebb az élet, mint mondjuk pusztahencsén, vagy, vagy nagy dorogon, vagy bikácson. Most ezt a dolgot kell egymáshoz közelebb hozni, hogy ott is az életminőségek, ott is a, a, az infrastruktúrális fejlődés az, az megtörténjen, és azt gondolom, hogy erre miniszter a garancia. Mondod, hogy elvileg a Paks 2 megindul gyakorlatilag is? Hát én abban bízom, hogy igen. Erről nem olyan túl sok uh, uh, információm van, hiszen Paks 2 és a Paks 1-e kapcsolattartásában a János Alpolgármester úr hatáskörébe tartozik. Nyilván azért találkozunk és beszélgetünk ott a vezetőkkel. Én úgy tudom, hogy az előkészületek gőzerővel folynak. Egy ilyen beruházás ugye az nem tud egyik napra a másikra megindulni. Rettentő sok engedély egy csomó dolog kell hozzá. Nyilván ugye látjuk azt, hogy az ellenzék azt megpróbálja valamilyen szinten ezt ellehetetleníteni. Én bízom abban is, hát nyilván ennek a, az egész megyének, körzetnek, akár a Dunántólnak rettentően fontos, hogy a Paks 2 elinduljon, hiszen olyan fejlődés, olyan fejlődés lehet az elkövetkezendő tíz évben, ami, ami meghatározza azt gondolom az elkövetkezendő életünket. Ugye említetted azt, hogy a süri miniszter úr lesz a jelölt, és hát automatikusan ilyen szépbe jut az embernek az, hogy egy ilyen hatalmas, <laughs> gigaberuházásnak a levezérlése mellett marad-e energiája arra, hogy országgyűlési képviselőként is teljesítsen? Ez is gondolom szóba került akkor, amikor jelölté vált. Természetesen, és hát én is olvastam hasonló kommenteket is, hogy ö, 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 egységgel két lovat ö, meg lehet -e ülni. Hát ö, ugye a példák azért azt mutatják, hogy az ember több területen is tud teljesíteni, különösen akkor, hogyha ha megfelelően válogatja meg a munkatársait. Azt nem lehet elvárni valakit, hogy minden egyes területen mindenben profil legyen. Az meg látszik, hogy miniszter úr azért akár az előző időszakán, amikor vezérigazgató volt, vagy most miniszterként, nagyon jó érzékkel válogatja meg azokat a munkatársokat, akivel együtt tud és kíván dolgozni. És hát itt van egyébként a dolog lényege, hogy ha azok a munkatársak, akik a mindennapokban segítik a munkáját, megfelelően dolgoznak és megfelelnek, akkor azt gondolom, hogy ez nem fog problémát okozni, hiszen tudom, óriási feladat levezényelni egy ilyen gigaberuházást. Mellette, hogyha a, ha a külső, mondjuk a városokban megvan a, a megfelelő munkatársa, a, országgyűlési képviselőnek, akkor ez teljesen jól tud működni. Most is így van egyébként, hiszen a Paksi irodában is van munkatárs, úgyhogy Szántó Zoltán, aki egy nagyon ügyes, tehetséges fiatalember, és ugyanígy van Tamási irodában is munkatárs, úgyhogy Cseresznyi és akiről szintén hasonló jókat tudok elmondani, akik segítik az országgyűlési képviselő mindennapi munkáját. Azt mondja, ugye a miniszter úrról köztudott, hogy ő nagyon nagy munkabírású, és eszmétlen módon ö, ö, tud ö, mindenhova odaérni, és mindenhol meg tud jelenni, és mindenhol ö, ö, pillanatok alatt tud kapcsolatot építeni, szerintem, amit nagyon-nagyon fontosak ehhez a, a feladathoz, és hát nyilván le fogja tudni osztani a feladatokat, úgyhogy én nem látok ebbe problémát. Körülbelül két hónap van vissza a választásokig. Hogyan áll össze, hogy tervezitek a kampányt, mikor lehet találkozni a jelöltel, illetve milyen módon, hovak, mikor kerülnek ki a szóróanyagok, plakátozás és a többi. Tehát hogy épül ez fel? Tudom, nem te vagy a kampányfőnök, de azért nyilván van rálátásod erre is. Igen, természetesen egy kampány már készen van. A hivatalos kampányolási időszak az ha jól emlékszem, február 17-én kezdődik. Igen, így van, szóval a napra indulhat, így van. Abszolút széles bandék előkészítették egyébként napra lebontva az egész kampánystratégiát, amit megvéleményeztünk és jólnak találtunk, és egyetértettünk vele. Az első szóralapokat én már láttam, többen láttuk, inkább így fogalmaznék erről, és elmondtuk a véleményünket, ezek hamarosan kifognak kerülni, és 17-től természetesen indulni fog az aláírásgyűjtés ami egy ö, fontos momentum lesz itt a mi életünkben, hiszen ö, el, vannak elvárások nyilván, ö, magunk elvárásai. Ugye 500 azért, minimum kell érvényeset. Igen, igen, mi műjtetek. azért ezer fölött szeretnénk itt pakson gyűjteni, és hogyha ha egy 1300-1500 meg lenne, akkor talán még az is elmondhatnám, hogy jól dolgoztunk úr, van-e még valami, amit a fidesz kapcsolatban szeretném megosztani a hallgatókkal, mert a harmadik beszélgető blokkunkban átmegyünk, és alpolgármestérnél fogsz avanzsálni, és a város dolgairól szeretnék köszönöm kérdezni. Köszönöm szépen. Egy először is szeretném a városlakóknak megköszönni e, még egyszer azt az elmúlt években e, tanúsított támogatást, hiszen azért mindegyik választáson jól szerepeltünk. E, ez kifejezetten előremutató volt, és remélem, hogy meg is fogjuk tudni hálálni ezt a bizalmat. És hát itt szeretném megköszönni az összes Fidesz tagnak, a, a, csoporttagnak, illetve azoknak a szimpatizánsoknak, akik szintén segítették a munkánkat, és hát arra kérem őket, hogy áprilisban is, vagy a kampányidőszakban is legyenek mellettünk, segítsék a munkánkat, és hát támogassuk Süli János jelölt urat, hogy hát országűsű képviselő legyen. Zenélünk egyet, és akkor jön Kovács Sándor alpolgármester. Fortuna unikum, a közélet hírei egy kis spiritusszal. Olykor kesernyés, néha bódító, és van úgy, hogy édes. Mi mégis ragaszkodunk az ízhez. Fortuna Unikum. Háttérinformációk egy csöpp eszenciával. Hetente új vendéggel, vasárnap délelőtt 9 és 10 között. A szeszfőzőmester főzőmester, Sukert József. Mai vendégem Kovács Sándor Paksváros alpolgármestere. Köszöntelek ebben a funkcióban is itt a stúdióban, Sanyi. hát, Köszönöm ha jól emlékszem, októberben ugye lett hivatalos, hogy akkori bizottsági elnök után alpolgármester, társadalmi beosztása alpolgármesteré választott a testület titkos szavazáson. Ezt miért vállaltad, illetve mi motivált abban, hogy alpolgármester legyél? Hát először az ember politikai életében mindig az előrelépés az egy fontos dolog. Ugye említettem már az elején, hogy 15 éve képviselőtestületi tag vagyok, most ez lesz a 16. év, ami az ember, vagy én bent vagyok, és az embert ugye mindig új kihívások, új feladatok érdeklik, és hát ö, én is úgy voltam ezzel, hogy ö, hát szeretnék még többet tenni, még, még ö, jobban belefolyni a városvezetésének életébe. És hát ugye ez szerencsés együttállás volt, hogy ö, megnyertük a, a szeptember 10-én a választást, és utána ugye több beszélgetés volt ö, a jelenlegi alpolgármester, ö, polgármester és ugye a, a tagjai között, és az a döntés született akkor, hogy ö, segítve a, a városvezetés munkáját alpolgármesterként, hiszen itt azért több mindenhez az ember hozzá tud szólni, több feladatot kap és több lehetősége van arra, hogy, hogy munkát végezzen. Ha jól emlékszem, és október 13-án egyöntetű szavazással alpolgármesteré választottak, amire én nagyon büszke vagyok, be kell vallanom de hát nyilván a büszkeség mellett, hogy ez rengeteg munkával is jár. Ugye három alpolgármester van, Szavó Péter a polgármester, Bana János, Barnabás István is te. Gondolom erre azért van szükség, mert a város előtt nagyon komoly feladatok vannak, így megosztottátok egymás között, az előbb már említetted, hogy az erőművel, illetve pakkettővel a Banajános János tartja a kapcsolatot, a, a, a külkapcsolatokért a Barnabás, <totot> és hát ha lehet mondani, hogy beletaláltál jóba Vá Városfejlesztés, turizmus, kommunikáció, városmarketing. Hát én azt gondolom, hogy hogy igen komoly feladatok ezek. Hogyan, hogyan álltál hozzá, illetve hogy állsz most ezekkel a témákkal? Azért bizottsági elnökként én már foglalkoztam egyébként kommunikáció, városmarketing, hiszen volt egy ilyen bizottságunk, amiben elég jelentős munkát tettünk, és hát ugye és egyebeket változtattunk. Remélem, hogy ezt tetszik is a városlakóknak. városfejlesztéssel is, hiszen azért voltak évek, amikor a Városépítő Bizottság tagjaként, a Jogi Rendő Bizottság tagjaként ugye sok mindent tárgyaltunk, és hát azt is tudni, hogy voltak évek, amikor ugye én a külső város részeken működtem, ott voltam bizottsági elnök, és hát a városfejlesztés akkor is ugye minden napjánk része volt. De ezen túl talán ezek azok a területek, amihez én magam legjobban értek, vagy talán ehhez értek, Ehhez értek. És ezek olyan feladatok, amik egy picit ugye ezt az én vállalkozói életemből is jövő tapasztalatokat itt tudom a legjobban hasznosítani, hiszen a vállalkozásban is ugye a vállalkozás fejlesztés az hasonló, mint a városfejlesztés. Ott is kell kommunikáció, ott is kell marketing, ezekre minden szükség van. Városfejlesztés, milyen feladatok ezek? Mondjára példát, légy szíves, mert... Hát, renget, rengeteg feladat van, hát ugye itt a, a különböző beruházások, előkészítésében, indításában, a különböző stratégiák kitalálásában kell részt venni, döntéselőkészítést megtenni, amit ugye nyilván a polgármester úr fog a végén meghozni, mint döntés. Hát ezek ugye nagyon sokrétű a, 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 a kitalálva, hogy, hogy egy utcafelújításoktól a Dunapart rekonstrukciójáig, az új város központ kialakításán keresztül, a városháza felújítása, vagy most csak egy egyszerű példát mondok, egy mozinak a, az újra létrehozása, vagy a, a jégpálya lefedés, ezekkel mind a városfejlesztés keretében kell foglalkozni, és foglalkozunk is. Hogy a városmarketing itt jön be ahhoz, hogy ezeket a fejlesztéseket meg lehessen csinálni, el lehessen készíteni, ahhoz bevételre is van csak, szükség, nem csak tervekre. Hát így van, hát hála Istennek abban a helyzetben vagyunk, hogy ígéretet kaptunk Magyarország kormányától, és egy külön megállapodás keretében jelentős összegek tudnak érkezni a városba. Ugye az első terv, bocsáss meg itt az volt, hogy megyei jogú városként, ha lehet, kezeljék paksot, ez nem jött össze. Emellett akkor jött az a másik, amit mondtál, hogy külön megegyezése. Külön megállapodás, hogy ez most egyébként mi lesz modern városok keretében, modern városok kettő, vagy kiemelt városprogram, ezt még mi sem tudjuk, csak annyit tudunk, hogy ígéret megvan arra, hogy meg fogjuk kapni ezeket az összegeket. Egy négy éves bontásban kell gondolkodni, sok milliárd forint fog érkezni a városhoz. Itt inkább a probléma az, hogy 2018-nak arról kell szólni, hogy elő kell készítsük, tervezni kell, elő kell készítsük a, a a, a, munkákat ahhoz, hogy 2019-től itt nagyon komoly beruházások tudjanak elindulni, a központi parktól a csengei felújításán keresztül sok mindenről beszélhetnék, hiszen most ugye a költségvetés készítése, és ebben nagyon sokat, hetente kétszer minimum leülünk a képviselőtestület tagjaival, a városvezetés, átbeszéljük a dolgokat, és ez még nagyon-nagyon fontos, amit itt meg akarok jegyezni, hogy a, a testület is egy olyan kapcsolatot alakítottunk ki, hogy mindenkinek a véleménye nagyon-nagyon fontos, meghallgatjuk, és nem csak egy kész költségvetést teszünk oda a képviselőtestület tagja elő, hogy ezt véleményezzétek, hanem minden kikérjük a véleményüket, szóval nagyon jó tím munkába dolgozunk. Egy-egy ilyen költségvetés készítése saját tapasztalatomból is tudom, én voltam valamikor gazdasági bizottságnak, ez egy ilyen kívánság is szokott lenni. Mennyire, mennyire lehet egy-egy választókörzet képviselőjével megegyezni abban, hogy ezt most pontosabb, azt majd később tudjuk megoldani. Ezek az egyeztetések hogyan zajlanak, mert itt szoktak a legkomolyabb viták lenni. Az, hogy 5 milliárdért ez történik, az nem érdekes, de hogy 100 millióért mondjuk ezt az utcát meg kell csinálni, mert ott én vagyok a képviselő, az sokkal nagyobb viharcok. Kavarni. Ez így van. Egyébként azt kell mondanom, hogy nagyon korrekt és nagyon jó a kapcsolat a képviselőkkel. Ö, nem mélyülünk el vitákba, megbeszéljük a dolgokat leginkább. Ö, én annak a híve vagyok, hogy nem csak a nagymilliárdos beruházások a fontosak egy ilyen városban, hanem a, a, sokkal kisebb dolgok is, amik a, az emberek napi életét teszik könnyebbé, jobbá. Közérzetjavító hatások van, Lásd Kereszt utcai parkoló, épp a legutóbbi napon. Így van, így van, Hát az is egy jó pár éves történet, amivel nem igazán volt kellően foglalkozva. Most pár nap alatt ugye megoldottuk és rendbe tettük, és remélem, hogy a, a parkolói szándékozók, vagy ott parkolók, vagy az üzletulajdon sok úgy érzik, hogy e, sokkal jobb lett e, a, a mindennapjuk. Na most, ezek a pici dolgok, e, ugye nagyon sok ilyen pici dolog van, amit, amit e, szeretnénk megvalósítani, és azt láttam, hogy egyébként én azt is mondtam a képviselőknek, amikor itt beszéltünk, és a polgármester úr is erre biztatta őket, hogy azért bátor engedjék el a fantáziájukat, hiszen talán most lesz egy olyan lehetőség, hogy egy kicsit jobban e, e, tudunk a külső Részeken, vagy a, vagy a, az egyes körzetekben, ahol, ahol nagyobb szükség van a felújításokra, vagy utcafelújításokra, most könnyebben fogunk tudni rá forrást találni. Az nem baj, hogyha ide hozzák az ötleteket. Ha ez a képviselőtestület előtt van, és ez esetleg a, a költségvetés közelébe kerül, vagy akár be is tesszük, hiszen volt olyan kérdés is, hogy tegyük be, legyen nullással benne, uh -huh. de ha lesz rá forrás, akkor megvalósulhasson. Itt inkább, amivel nagyon kellene haladnunk azok a, a tervezések és a munkák előkészítése, szerintem az elég komoly bürokratikus folyamatokon kell átesni ahhoz, hogy már a kivitelezés meg tudjon indulni. Ugye rettentő sok hészmódosítás, különböző közbeszerzési eljárások, a tervezés, ami hónapokat szokott igénybe menni, már nem is beszélek, sőt arról sem... Titokit beszélni, hogy lassan már nem találunk tervezőt, aki ne lenne teljesen uh, lekötve munkával. Valamiért uh, ugye azt látjuk, hogy uh, kapacitás hiány van minden területen a városfejlesztés kapcsán mennyien vannak-e, illetve milyen elvárások vannak a Paks 2 beruházás részéről? Mondtad ugye, hogy a kapcsolatot a Paks 2-vel, erőművel a banál polgármester úr tartja, de nyilván itt a városfejlesztés kapcsán neked is képbe kell kerülnöd. Igen, természetesen ez, ezekben is. Egyébként ö, ö, olyan ö, pengélesen nincsenek elhatárolva a feladatok, mert hogyha ha olyan dolog van, amihez a Vana úr jobban, vagy, vagy megbeszéljük, hogy ezt a területet, vagy ezt az egy projektet ő viszi, akkor ez lehet városfejlesztés is, nincsenek ilyen módon elhatárolva azért ennyire a feladatok. És hát azt is, hogy mi napi kapcsolatban vagyunk, és mind a Paks egy-e-Paks kettővel kapcsolatos dolgokat átbeszéljük. Nyilván lesznek és kellene is olyan beruházások, amik elősegítik, mondjuk úgy a a Paks beruházás dolgait. Inkább uh, úgy fogalmaznék, hogy uh, nem is a Paks II beruházáshoz, mert uh, az egy teljesen más történet, ott a miniszterelnökség és a minisztérium uh, intézi azok, azokkal kapcsolatos dolgokat. Mi inkább arra törekszünk, hogy a, ha elindul a beruházás, és egy kicsit mássá válik az élet, ugye sokkal több ember lesz, uh, 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 előre meg tudjuk teremteni azokat a feltételeket, hogy a, a városlakók azért ebből a legkevesebb rosszal találkozzanak, és a legtöbb jót kapják meg. Hát ez lenne a fontos, úgyhogy csak így gondolom kapcsolódunk a, a Pax 2-höz. Egyébként meg ott is egy nagyon normális, nagyon jó kapcsolat van. Minden, minden módon próbálunk információkat egyeztetni egymással. Ugye van még a feladatok között a városfejlesztésen, városmarketingen kívül a turizmus, ami egy nagyon fontos dolog mert ugye el kell tudni a várost adni nem csak a beruházóknak, a nagy vállalkozás kapcsán, hanem azoknak is, akik szívesen eltöltenének itt időt szórakozni, kirándulni, egyáltalán a turizmus. Ez a része a dolognak, hogy a gondolok itt arra, azért sok lépés megtörtént már, ha csak a rendezvényhajót, ami ugye még hivatalosan ugye nincs átadva, de ha csak azt említem, de, de történnek a költségvetésben is változások, legalábbis ahogy a múlt héten Szabó Péter a polgármester elmondta, hogy itt is beruházásokat tervez a város. Hát nyilván ugye most nyertünk egy CLLD programban 400 millió forintot, a Dunapart rekonstrukcióra, de azért el kell mondani, hogy ebből csak 200 pár millió forint, ami effektíve kivitelezésre és felújításra fordítható. A többi egy ilyen különböző programok elkészítésére és ilyen civil... Tehát társa. nem elég megcsinálni, hanem azt használni így is kell. Van, így van, így van, használni is kell. Most a képviselőtestület tagjával arról beszéltünk, hogy nagyon régóta téma a Dunapart, a sor a halászok előtti lejáró, a bárka körülítő dolgoknak a, a megújítása, és most talán történelmi lehetőség van arra, hogy végre újra visszaadjuk a paksiaknak a Dunapartot, és ezt akkor most olyan módon kell megcsinálni, ami, ami tényleg végérvényes. Az most talán kevés lenne, hogy leburkoljuk a teret, és, és vég lehet tolni a babakocsit, hogy vég lehet menni biciklivel. Kicsit talán tovább kéne gondolni ezt a kérdést, és most abban a a dologban döntöttünk, hogy egy ilyen ö, tanulmánytervet készítetünk, hogyha ott egy ö, komolyabb be, beavatkozást tennénk, az mennyivel adna többet a paksiaknak a Dunából. Hát ez a, ez a kérdés. A rendezőhajó kérdése is ö, ö, fontos feladat, hiszen ha már egyszer van, akkor meg kéne tölteni ezt tartalommal és élettel. Ö, tervénk szerint egyébként ilyen Dunaparti estéket szeretnénk visszahozni. Talán volt is ez már valamikor régen. Itt arra kell figyelni, hogy nagyon komoly biztonsági előírások vannak a Dunapart használatánál, és hát nem könnyíti meg a helyzetet az, hogy ott van a vasúti és a hatosút. Így a katasztrófa védelemnek olyan előírásai vannak, ami hát jelentősen megdágítja a lenti rendezvényeket, ezt azért el kell mondani, mert ma már ennélkül senki nem mer egy rendezvényt elindítani. Úgyhogy a turizmus nem a, 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 a jelen pillanatban a a legerősebb szegmensünk, de ezen dolgozunk, hogy az legyen. Vannak értékeink, amiket szeretnénk megmutatni. Ehhez munka kell. Sok minden történt, ugye iroda van, szakember van, aki <laughs> ezt tudja koordinálni, kezelni, viszont hát nem csak Duna van. Mi, mi van még, ami a turizmushoz köthető a városban? Hát ugye van sárga dörtér, vannak múzeumaink, vannak templomaink, ezeket is uh, talán jobban be kéne kötnünk a, a turizmus uh, vérkeringésébe. Nyilván ez sem megy marketing nélkül. Ahhoz, hogy megismerjék, hogy nekünk mi van pakson, ebbe pénzt kell tenni, és ezt marketing bizonyos helyeken megfuttatva meg kell ismertetni az emberekkel. Ugye ennek megvannak a maga a, a szakemberei, megvannak a, a maga a helyei, ahol ezt meg kell tenni. Ebbe egyébként sok munkát kell tegyünk az elkövetkező időszakban. Persze azt is látni kell, hogy uh, azzal, hogy az építkezés elindul, rettentő sok ember lesz itt, úgyhogy uh, egy csomó olyan dolgot is meg kell csinálni, ami egy kicsit a, a turizmushoz, egy kicsit a, a marketinghez, kicsit az információkhoz uh, kapcsolódik, a, ahogy uh, olyan uh, információs uh, lehetőséget, és ma már ezeknek nagyon moderneknek kell lenni, ahol több nyelven uh, kapnak információt, akár a turisták, akár az idejövő dolgozók, uh, Hát sok munka van ezzel még, de ugye ez, az, ez a Smart City okos város. Most, ha uh, talán beszélhetek róla, uh, hogy uh, döntöttünk abból, hogy szeretnénk, hogyha ilyen elektromos biciklik lennének, mint, mint Pesten ezek a Bubikit, Pakson, egy csomó olyan dolog, ami, ami ahhoz kell, hogy ezt a város gyorsan be tudják járni, megnézzék, menjenek az éttermekbe, és hát ugye a városlakok is használják. Ez az építkezés megkezdődött már régen, gondolok itt arra, hogy új emblémája van, új város arculata van, tehát folyamatosan építkezik ez, ez ügyben is az önkormányzat. Mi lehet a végső cél? Mit kellene elérni? Hogy most nem darab hogy hány turistának kell évente itt lenni, hanem hogy, hogy mennyire, mennyire <coughs> lehető ezeket még bővíteni, kihasználni a lehetőségeket? Hát ugye itt van egy csomó olyan dolog, amit nem tudunk jól használni. Csapni való a nézettség, látogatottsága például a Paksi képtárnak, ami egyébként a maga nemében egy európai kuriózumnak tartanak. Most mondták, hogy soha nem voltak annyian, mint a tavalyi évben. Hát ö, én nem tudom, hogy a, a diákok voltak-e, vagy a füzetől látogatók. Aha, aha. Nálam a fizetőlátogató látogató a, a, a mérce egy ilyenben elsősorban. Természetesen az is fontos, hogy a diákok ott töltsék el a rajzóráikat, de az egy másik uh -huh. ö, történet. Ö, azt is látom, hogy például volt uh, ugye egy, uh, sajnos már nem él a hobb Károly, akinek uh, talán lehetne egy állandó kiállítása, aki egy ugye, nemzetközileg is ismert paksi festő volt. És itt egy picit talán, ha uh, foglalkozhatnék azzal, hogy nem olyan régen megkeresett a Pákolic uh, 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 emlékszobával kapcsolatosan a Pákolic. Uh... Csára. És itt? Családjuk, ugye? És, igen, a is család, hogy jelen pillanatban nem működik az emlékszoba. Ezeket szeretnénk újra méltó körülmények közé tenni. Miért is? Ugye Pakson azért nem olyan túl sok festő, író, művész, zenész volt, aki, aki, aki annyira országosan vagy nemzetközi ismert volt. Azt a keveset, ami van, azt viszont jól kéne kezelni. Ezek, ezek akár turizmusban, vagy látványban, vagy, vagy, abban is tudnának segíteni, hogy ezért talán jobban, vagy többen ide jönnének, akiket ezek a, a dolgok érdekelnének. És hát ugye nyilván itt a Paks ö, ö, kettő építése kapcsán nem tudjuk azt, hogy uh, itt az Atomerőmúzeummal is beszél, uh, beszéltünk látogatóközpont, mert erről is volt szó, hogy esetleg a városban, vagy a város környékére kerül. Ezek mind meg tudnák uh, növelni a, a látogatottságot, mert ugye azt azért elmondhatjuk, hogy ha ide jön mondjuk uh, x tízezer ember mondjuk egy múzeumot megnézni, az, hogyha ha könnyen meg tudja nézni a képtárat, akkor talán meg is nézni. Ha könnyen el tud menni a csárdába, akkor ott talán elköltene egy ebédet. Vagy ha föl tud menni a Ságödör térre, akkor megnézni. Azt a pincefalut, ami egyébként a maga a kuriózum, hogy a városközpontban megmarad egy ilyen rendezett, hozzáteszem, uh -huh. egy ilyen rendezett pincefalu, és e, ezek e, szerintem az értékeink, ezeket lehet, hogy egy kicsit még ennél is jobban meg kéne Szokták mondani, hogy nem elég jól dolgozni, az kommunikálni is kell. és hát az a része is ugye a feladatoknak rátartozik. Változás történt az önkormányzat sajtó működésével kapcsolatban. Mik ezek, Sanyi? Hát ugye ez február 1-től fog igazából beélesedni a dolog. A titkársági osztály keretében kettő csoportot ö, ö, hozott létre az önkormányzat, az egyik a titkársági csoport, a másik a, a turisztikai ö, városmarketing és kommunikációs csoport, amit ugye Cing Dóra vezet, és ö, nyilván egy új ö, szemléletet szeretnénk behozni a, a, a helyi kommunikációban. Mind a sajtóhírek, mint a sajtótájékoztatók, illetve a hírek eljuttatása kapcsán szeretnénk egy új gondolatot, egy, egy új stílust. Most kialakítunk például egy, egy sajtószobát, ahol miattó körülmények között lehet megtartani a sajtótájékoztatókat. Sok minden olyan elképzelésünk van, ami talán még ö, ö, jobbá teszi a, a helyi kommunikációt. Igen, nagyon jól fogalmazta, hogy nem csak jól kell tudni megcsinálni, ezt el is kell tudni adni. Ezek nagyon fontos dolgok, és nekünk nagyon fontos az, hogy ne csak dolgozzunk, hanem az emberek lássák is azt, hogy mit dolgozunk, mennyit dolgozunk, és hát az eredményeket is szeretnénk azért megmutatni. Elérkezett a műsoridőnk vége. van -e még valami, amit szívesen megosztanál a hallgatókkal és eddig nem beszéltünk róla? Hát ugye említettük, hogy nagyon sok minden fog itt történni Ugye beszéltünk már arról, hogy le fogjuk fedni, ha minden igaz, a jégpályát mozit szeretnénk a csengeibe kialakítani, ami egy kicsit túlmutatna a mozi jellegén, hiszen egy kamaramoziról beszélünk, ami kicsit kamaraszínház is lehetne kisebb előadásokat, kisebb koncerteket, felolvasó esteket meg lehetne tartani. De ez csak egy dolog. Ugye nem olyan régen elővettük és leporoltuk a csengei Kultás központnak pár évvel ezelőtt a Jó pár éve volt az már. Igaz, azt 10 11 igen, évvel éve ezelőtt igen. megtervezett terveit beletekintettünk, és hát arra jutottunk, hogy ezzel is fogunk most kezdeni valamit. Olyan helyzetet kell teremteni, a csengével is, ami megfelel a mai modern kor követelményének. Mindenki látja, hogyha bemegy a színházterembe, hogy hát elment az idő fölötte. Szűk és kényelmetlen is, meg szét is vannak ott a székek, szakadva. A... Meg az, arról nem beszél, hogy vizes programot lehet bent felete, van, bent, beázzik, beázzik, mindenhol. Igen. Ez egy nagyon komoly feladat, de úgy gondolom, hogy a, a városnak ezt mindenképpen meg kell oldania az elkövetkezendő években. És azért is említettem meg ezt a régen már megtervezett vagy a régen elkészített terveket, mert ennek a leporolásával és esetleg egy picit aktualizálásával lehet, hogy sokkal hamarabb el tudnánk kezdeni például ezt a munkát, különösen most forrás is lesz rá, mintha újra terveztetjük, újra indítjuk az egész folyamatot, mert az egy vagy két év, és most akkor lehetne talán a központi parkkal együtt az se egy új keletű probléma. A központi park is ugye meg fog újulni, ez erős döntés született, meg fogjuk csinálni, hogy egy vagy kettő ütemben, talán a kettő ütem a, a realitás, de az lenne jó, hogyha ezzel együtt ugye a csengés megújulni, és akkor ott egy csodálatos új ö, ö, fönti városközpont alakulna ki. Köszönöm szépen, Kovács Andor alpolgármester, a Fidesz Paksi csoportjának vezetője, elnöke volt az elmúlt 50 percben beszélgető társam. A rádióhallgatóknak is köszönöm a figyelmet. Ha lehet, maradjatok velünk, hiszen 10 órától indul az akt, az elmúlt hét esemény összefoglalójával, aztán fél 12-től Dunántúli úrós, További jó rádiózást elköszön az elmúlt 4 óra műsor vezetője, Sukert József, szép napot szavaztok. Köszönöm, Sanyi, hogy itt Köszönöm volna. szépen, és szép vasárnapot kívánok a rádióhallgatóknak kuriózumok és a mindennapok. Fortuna Unicum. Kortyolunk ebből is, abból is.